A DK szerint nem igaz, hogy nem tudta Gyurcsány Ferenc egy tegnap délelőtti kampányeseményen, hogyan hívják a DK-s jelöltet, aki éppen mellette állt. Azt írták, ha Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy itt áll dr. Olával, aki, akkor nem azt mondja, hogy dr. Olával, aki. Mehetünk? Na. Szóljon, ha indulunk. Jó reggelt kívánok, Magyarország, jó reggelt, Erzsébet város. Gyurcsány Ferenc köszöntötte a DK követőit a közösségi oldalon szombat reggel. A volt miniszterelnök azért jelentkezett, hogy bemutassa pártja erzsébetvárosi képviselőjelöltjét. Dr. Olával, aki ennek a választókerületnek a képviselője. A felvételen az hallatszik, hogy Gyurcsány Ferenc dr. Olá valakiként mutatja be a mellette álló Olá Lajost, miközben a DK-s politikus a kamerába nézve hallgatja a pártelnököt. Dr. Olá valaki ennek a választókerületnek a képviselője. Bár a DK által közített videó végén a kép és a hang nincs szinkronban, azt még hallani lehet, ahogy Gyurcsány Ferenc a nap további programjáról is bizonytalanul beszél. Na, majd később még jelentkezünk valahonnan. A Demokratikus Koalíció vasárnap közleményben magyarázta a jelenetet. Szerintük nem az történt, hogy Gyurcsány Ferenc elfelejtette, csupán az, hogy kihagyta saját politikusa keresztnevét, és Olá Lajost a vezeték nevén szólította meg. A DK szerint idézzük, ha Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy itt áll dr. Olával, aki, akkor nem azt mondja, hogy dr. Olával, aki.